Szeretett kedves testvérek, testvérnők, és nem utolsó sorban szeretett vendégeink, amint ígéretet tettünk, tekintettel, hogy sorainkban vannak testvérek, testvérnők, vendégek, akik kevésbé értették meg a testvérünk előadott programját román nyelven, vagy egyáltalán egy néhány szóba szeretném a kiemelkedő pontokat felemlíteni mindannyiunk megértése érdekében és megerősítése érdekében. A téma címe: Jehova egy megfelelő segítség minden időben. A bevezető gondolatokban a testvérünk megemlítette, hogy az emberiség történelmében a történelem ismétlődik korszakonként. Ez a történelem ismétlődése megtörténik Isten népe sorain belül is, Isten népén is megtörténik. És megemlítette, hogy maga Józsué is a maga idejében, akkor, amikor látva a nép hajlamát, hogy kész inkább követni a Baál imádást és a Baál népek életvitelét, akkor határozottan feltette a kérdést: kit óhajtok szolgálni mostantól? Íme én és az én házam népe az Urat szolgálom. Tehát ezzel felhívta figyelmüket, hogy felelősség terheli mindannyiukat személy szerint, család szerint a döntés tekintetében, mert az életük múlik a döntésükön. A 46 Zsoltárból a testvérünk kiemelte a gondolatot, amit Dávid megerősít, hogy minden időkben mindazok egyénenként vagy együttesen, akik Jehova segítségét és oltalmát kérték, Jehovától meg is kapták, hisz Jehova a szeretet Istene, és menhelyük volt és oltalmuk mindazoknak, akik egy tiszta szívű hozzá fohászkodtak segítségért. Együttesen értettük meg azt, hogy Sátánnak, e világistenének a mennyből való kivettetésétől számítottan, 1914-től számítottan, amióta ő személyesen, közvetlen módon magához vette ezen világ vezetését, azóta nagy erőfeszítéseket tesz, és az ő démonai a sötétség erői által vakítja, vakságba tartja a világ nemzeteit, az emberiséget, mindazok, akik nem sóvárogják Jehova világosságát, orcájának világosságát, az ő szellemi megvilágítását, és az elveszés útján haladnak. Tehát közvetlen a föld közeléből Sátán nagy erőfeszítéseket tesz az ő démonai által. Céljuk az emberiség örökös megsemmisítése, de az emberiséggel együtt az a maroknyi, parányi nép, amely Jehova jóvoltából most a végidején megismerte Jehova szándékát az emberiségre vonatkozólag, és felszentelődött Jehova akarata cselekvésére azon célból, hogy az ellenség támadása ellenére bizonyítva legyen Jehova neve, felsőbbsége, és a teokrácia, mint királyság, amely a vitás ügyben Jehova felsőbbségét örök érvényre igazolni fogja. Nem véletlen, hogy Dávid a Zsoltáros a 136. Zsoltárban 1-6-ig terjedő versekben felkéri testvéreit a dicsőítésre, a magasztalásra, hisz Jehova az irgalmas Isten, aki méltó erre, és mindazon őszinte tiszta szívek, akik óhatják az életet, azok ezt kell, hogy tegyék. A megsokasodott nehézségek közepette, hisz Jézus szavai szerint mi most, mint nagy sokaság, igen, a nagy nyomorúság közepette vagyunk, és egyre közelebb érve Armagedonhoz, ez egyre jobban tetőződik, szinte elviselhetetlenné válik. A megsokasodott nehézségek közepette, tehát nekünk Jehova segítségét és oltalmát kell kérnünk.
Hisz Jehova bizonyított, és testvérünk felemlített egy néhány kiemelkedő pontot a Jósafát idejéből, az Asáf király idejéből, a Jó Ezékiás idejéből, hogy amikor már elviselhetetlenné vált, vagyis amikor már elvesztettnek látszott az ütközet, a harc, Jehova akkor lépett közbe. És akkor hívta fel a nép, az őszinte nép figyelmét, hogy csak egy teendője van, énekelni, és bizalmát el nem veszíteni. Ezt tették a Jósafát idejében is, igaz, amikor énekszóval, kétségbe vonhatatlanul, bátorságos szívvel vonultak ki a harcmezőre, és a többi esetekben is. Tehát ezen események kiemelkedőek, amelyek igazolják azt, hogy Jehova mindig népe érdekében, neve érdekében, ügyének jó kimenetele érdekében, mivel az ő neve és a királyság forog kockán, a meghatározott időben, a tőle jól meghatározott időben közbelépett és orvosolta a helyzetet, segítséget nyújtott a népnek. Tehát az erő nem fizikai személyek egyesített ereje. Az ő ügyének, az ő győzelme, az ő ügye és az ő győzelme nem a mi egyéni vagy együttes bölcsességünk közreműködésével fog győzedelemre jutni. Semmiképpen nem. Úgy, amint a 46 Zsoltár 4 verséből is igazolt a testvérünk, a folyóvíz Jehova trónja alól folyik, és úgy, amint valamikor a Siloa lassan folyó vizet táplálta Jeruzsálemet, és azt a népet, amely nem volt kész megválni Siloa lassan folyó vizet, megelégedett ezen vízzel, amely Jehova gondviseléséből jött, és életben maradt, és a helyes imádat mellett kitarthatott. Azonban mindazok, akik megutálták ezen Jehova gondviseléséből származó folyót, a Siloa lassan folyó vizét, az elesés, az összeesküvés útjára és az örökös megsemmisülés útjára léptek. Tehát a folyóvíz szimbolikusan, jelképesen, amint igen jól ismerjük, a tanítás, a teokratikus tanítást szimbolizálja, amely egy kifogyhatatlan forrás, és amelyre igen nagy szükségünk van napjainkban teljes mértékben. Tehát pontos ismeret mindannyiunk részéről juttat bennünket érettkorúságra, hitbeni érettkorúságra és a Jehova melletti rendíthetetlen állásfoglalásunkra. Tehát Jehova megtisztítja és megőrzi az ő népe egységét. Minden időkben voltak megpróbáltatások, megrázkódtatások, célzatosan csak azért, hogy az igaz szívűek, a tiszta szívűek megpróbálva a szintére kerüljenek, és horogként a nagy ellenség órában tündököljenek, világoljanak Jehova dicsőségére. A szabadulás közel van, úgy, amint Lott sürgetve volt az angyal által a menekülésre, azonképpen mi is ma napjainkban, testvérek, sürgetve vagyunk, és biztatva, hogy maradjunk meg a tanítás mellett, az új világ királya mellett, az ő oktatása és vezetése mellett, hogy semmilyen részarányban ne engedjünk a sötétség erőinek, hisz a sötétség erői napjainkban az egységünk szétbontására, a térdeink meggyengítésére és a mi hitünk elhagyására próbálnak ösztönözni. A testvérünk egy igen értékes szöveggel köszöntötte a mai alkalommal a testvériséget ezen ünnep alkalmával, a Jakab könyve első fejezet 19. versével. Köszönöm a figyelmet!